Sziasztok, Gyurica Dóri vagyok, és ma egy keto sajtortát fogok nektek elkészíteni. A keto sajtortánk alapja az mandula és tökmaglisztből fog készülni, de hozzá először egy kis vajat veszek el. És ebből nagyjából egy 70 g-nyit fogok felolvasztani. Ehhez használok egy forralót. Ameddig a vajunk olvad, addig lemérem a liszteket. Először a tökmaglisztből fogok 50 g-ot kimérni. Majd ugyanennyi mandula lisztet is teszek hozzá. Nagyon fontos, hogy sózzátok meg. Csak egy kicsit. Ember mehet egy kicsi édesítő. És ha már ilyen szép zöld lesz az alapunk a tökmagliszt miatt, akkor teszek hozzá egy pici pisztáciát. Egy keveset fogok csak felhasználni, hogy a ketogén diétához még mindig alkalmazkodjunk. Azért fontos, hogy ezeket a liszteket használjátok, mert ugye a ketogén diéta arról szól, hogy nagyon-nagyon kevés legyen a szénhidrát bevitel, és a mandula lisztbe és a tökmaglisztbe is nagyjából csak ilyen 4 g szénhidrát van. Hozzáadom a durvára vágott pisztáciát ehhez a lisztkeverékhez. Én szeretem, hogyha így beleharapok néha egy jó nagy darab pisztáciába. És hozzáteszem a vajat is. Ahány liszt van, annyi módon viselkedik, és annyi módon szívja magába a vajat, úgyhogy most teszek ehhez még egy kicsi mandula lisztet, hogy ne legyen ennyire nedves. Minden édesítő másképp működik, más a mértéke az édességének. Én most eritritet használok, ami egy picit kevésbé édes, mint a normális cukor, de kóstoljatok végig. Fogjatok egy nagyjából 20 cm átmérőjű tortaformát, és így, ahogy van, mehet bele a keverék. A magas vajtartalma miatt nem fog leragadni, úgyhogy mehet is be a sütőbe. Ameddig a sajtorta alapja a sütőbe van, össze is dobjuk a krémet. Fogjuk a sajtot, ami 500 g mascarpone sajt. Teszek bele egy kis vanília aromát, és egy lime-nak a héját. És most a levét is beleteszem. Először csak egy fél lime-nak a levét tegyétek bele, mert erről sem tudhatjátok, hogy mennyire savanyú. Tökéletes lesz. Újra az édesítő. Én nagyjából egy 100 g-ot, 150 g-ot szoktam beletenni, de tényleg attól függ, hogy milyen édesítőt használtok. Ebbe is mindenképp tegyetek egy csipet sót, és mehet bele 3 darab tojás, úgy, ahogy van. Nem kell felverni, nem kell semmi, úgyhogy pikpak meg vagytok vele. Ezt még jól összekeverjük. 10 perc után ki is vesszük az alapot a sütőből, most van abban az állapotban, hogy egy picit megbarnult a széle, és most kell majd rárakni a krémet. Egyszerűen csak ráöntjük a krémet. Mehet is vissza a sütőbe. Nagyjából egy 40 percet sütöttem a sajtortánkat, és akkor van kész, nézzétek, amikor ilyen kis pudingos állaga van a dolognak, és már nem folyós, de mindenképp várjátok meg, amíg teljesen kihűl. Már ki is hűlt a sajtortánk, úgyhogy fogjatok egy kést, és vágjátok szépen körbe. Elválasszátok a tortaformától, és így szépen egybe ki is jön a kis torták. És elérkezett a várva várt pillanat, végre megkóstolhatom, bűntudat nélkül. A lime és a pisztácia nagyon-nagyon jó kombináció, kell a lime ahhoz, hogy ne legyen annyira gely az a torta. Látjátok, a tojástól nagyon szép állaga lett ennek a sajtortának, nagyon-nagyon finom, és a lime-nak a leve és a héja nagyon-nagyon jól ellensúlyozza a krémességet, úgyhogy próbáljátok ki mindenképpen, mert ez azoknak is ízleni fog, akik nem diétáznak. Ha tetszett nektek ez a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a Street Kitchennek az oldalára, hiszen nagyon-nagyon sok recepttel készülünk még nektek. Kövessetek be minket Facebookon, Instagramon és mindenhol, ahol csak lehet. Sziasztok!